Magyarországon 3-4 évvel ezelőtt jelent meg sportákként a SZAP, azóta több mint 100 igazolt versenyzőt tart nyilván a Magyar Kajakkenu Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eddig Fehérfoltnak számított a hazai térképen, ezen a nyáron viszont 3 hétvégén is nézhetik, illetve ki is próbálhatják az álvevezést az érdeklődők. A rendezvény sorozatot felvezető szerdai leveleki sajtótájékoztatón a sportért felelős államtitkár kiemelte, hogy újabb sportággal bővült a kínálat a régióban. Itt már volt tavaly évben, és ebben az esztendőben is lesz jetski Európa bajnokság és ifjúsági világbajnokság. Most a SZAP mutatkozik be Magyar Kupával, és azt követően, amikor itt meg lesz ez az esemény, rá pár hétre lesz a SZAP világbajnokság, az ugyan nem ezen a helyszínen, Balatonfüreden, de ettől függetlenül egy felvezető versenye lesz. Úgyhogy nagyon nagy szükség van, hogy az új generációs sportágak is megjelenjenek. Levelek polgármestere szerint a SZAP megjelenésével tovább nő a túlcentrum turisztikai vonzereje. Aktív kikapcsolódásra van itt lehetőség, extrém sportolásra, strandolásra, pihenni vágyók is megtalálják itt a számításukat, és ugye egyben horgásztó is. A SZAP verseny úgy gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismertessük, népszerűsítsük a leveleki túlcentrumot. Mindenképpen újszerű és érdekes program lehetőséget kínál majd az ide látogató vendégeknek. London olimpiai bajnoka, a pályafutás egy Nyíregyházán kezdő Kökény Roland jelenleg a kelet-magyarországi régióban dolgozik a sporták bázisának szélesítésén. Ebben segíthetnek a SZAP versenyek is, amelyek kedvet csinálhatnak a gyerekeknek az evezéshez. A Kajakkenu Szövetségnél megkezdtem a munkámat a régiós akadémiába, ami ez a kelet-magyarországi régió. Ez az akadémia rólam kapta a nevét, én vagyok a nagykövete. Nekem most a fő feladatom az, hogy a tagszervezetek létszámát és az eredményességét próbáljam növelni. Tehát minél több sportolót bevonzani a kajakkenu sportákban. Ha úgy nézzük, a SZAP is a, most már a Kajakkenu Szövetségnek a egyik ilyen új belépője, tehát tagszervezete, és ez is egy olyan opció, amivel be lehet vonzani a sportákba a gyerekeket. Július 17-én és 18-án Szabolcs-Velesmartnára Rétközi tavon, július 31-én és augusztus 1-én Géberjénél a Holcamoson, augusztus 28-án és 29-én pedig a leveleki víztározón állnak majd deszkára a SZAP versenyzők. Leveleken egyben a Kajakkenu Szövetség által felajánlott Magyar Kupáért is küzdenek az indulók.